A település polgármestere Kovács László ismertette a pályázatot a jelenlévőkkel, amelyet a község testvérvárosával Nemesmiliticcsel adtak be. A programnak köszönhetően számos rendezvény és fejlesztés is létrejöhetett a településen, köztük a tanösvény, amelynek keretein belül kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik a bácsbokodot körbeölelő természeti életet. A bácsbokodi halastó köré épült tanösvényen 21 tábla található, amelyen játékos feladatok keretein belül tanulhatnak a diákok. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek ne csak az iskolába tanuljanak, hanem azokat a többek között természeti ismereteket, amiket a helyszínen is sajátíthatnak, azokat itt a természetben tudják megtanulni, és sokkal könnyebb akkor, amikor vizuális módon is látják azt, hogy milyen ismeretanyag érhető el a település közelében, hiszen ezek a táblák tökéletesen alkalmasak arra a játékos feladatokkal, hogy könnyebben elsajátítsák azokat az ismereteket, amit lehet, hogy egy könyvből nehezebben tanulnának meg. Szeptember 19-én és 20-án Bácsbokodról, Katymárról, Tatázáról és Bácsborsodról is 45 gyermeket várnak egy játékos vetélkedőre. A kétnapos rendezvény célja, hogy megismertesse a környező települések fiataljaival a bácsbokodi tanösvényt. A gyerekek elmondták, sok érdekességet tanultak a túra során. Állatok, színek a településről, meg még ilyen tóról, hogy milyen állatok vannak itt. Mi kipróbáltuk a táblákon a forgatásokat, megnéztünk halakat, meg a madarakat is megnéztük. Meg láttunk állatokat. Meg gyógynövényeket is láttunk. És hogy tetszett eddig? Nagyon jó volt. A túra egy vetélkedővel és egy tesztlap kitöltésével ér véget, ahol a diákok összemérhetik megszerzett tudásukat. A bejárás végén a tó melletti horgásztanyán egy ebéddel látták vendégül az éhes csapatot.